A II. Világháború és a holokauszt során szörnyű tragédiákat szenvedtek el a zsidó emberek. Az emlékezés 80 év után is kiemelten fontos. A botlatóköveket elhurcolt szekszárdi zsidók utolsó szabadon választott lakóhelyeikhez helyezték el. Örök emléket akarunk ezzel állítani, illetve hát a német művésznek, annak idején ez volt az elve, hogy örök emléket állítson a későbbiekbe, város polgárai, vagy kötelepülés polgárai számára tudassa, hogy ilyen népirtás volt, és hát sok száz darabot el lehetne helyezni Szekszárdon is, mert Szekszárdon is a környékkel együtt 600 áldozata volt a holokausznak, de jelentősebb tevékenységet végző polgáraink háza előtt kerül elhelyezésre, Szekszárdon szám szerint 6 darab és 4 helyszínen. Ebben 6 darabban az első, itt ahol most állunk, a volt zsinagóga, a művészetek háza előtt a Dr. Rubinstein Mátyás főrabbi úr emlékére. 80 év után fontos megemlékezni a magyar. Egyrészt ezek az emberek származásukért életüket adták. Családostól. Nem is a mi emlékezetünk, hanem inkább az, hogy a fiatal korosztályt emlékeztessük arra, hogy semmilyen indokból, sem származási, sem vallási, sem politikai, semmilyen indokból ilyen népirtás többet ne történhessen be, hiszen tudjuk, a holokausznak összességében Európa szerte 6 millió áldozata volt. Az elnök úgy véli, a zsidó közösségek legfontosabb feladata a fennmaradás. A zsidóságnak a 90%-át elpusztították a holokausztba, tehát a zsidó közösségeink azok nagyon, nagyon kis létszámmal tudnak működni, nem is mindenhol. Például Tóna megyében egyedül Szekszárdon van hitközség. Hozzáteszem, hogy Paks Bonyháda sokkal nagyobb zsidó létszámú település volt, mint Szekszárd, de országosan is ez a helyzet. A pesti zsidóság egy jó része tudott megmenekülni, a vidéki zsidóságot majdnem teljes egészében hát gyakorlatilag kiirtották. A megemlékezésen köszöntőt mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is. Úgy fogalmazott, a botlatókövekkel a mindennapi emberhez is közele tudják vinni a megemlékezés fontosságát. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy talán idáig a világon még ilyen esztelen népirtás, mint a holokauszt során nem volt. Ezáltal fontosnak tartjuk, és nagyon örülünk annak, hogy összefogással ezek a botlatóköveknek a lerakása, lehelyezése meg fog történni a délelőtt folyamán, mert emlékeznünk kell, mert gyakorlatilag elismert gazdasági polgárai voltak Szekszárdnak, és én úgy érzem, hogy ezzel is tartozunk és kötelességünk. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja április 16-a. Ez nem csak a zsidóknak, hanem a társadalom minden humánus embere számára fontosnak kell legyen, mondta Grósz Andor. Jelképes ez a hely. A művészetek háza Szekszárdon, az az épülete, amely korábban zsinagógaként működött. Annak a közösségnek az épülete ez, az a közösség emelte ezt az épületet Isten dicsőítésére és dicsőségére, amely itt élt 1944-ig több százas létszámban. A történelmi vihara elsodorta ezeket az embereket, ezeket a családokat, öreget, fiatalt, aggastyánt, és nem maradt utánuk más, csak az emlékezet. Ezért jöttünk ide, hogy emlékezzünk ezekre az emberekre, többek között úgy, hogy 8-uknak botlatókövet állítunk itt a városban, azért, hogy az aljárók egy pillanatra megálljanak, és gondoljanak rájuk, hogy voltak itt olyan emberek,
akik a városért éltek, dolgoztak, becsületesen, tisztességgel ki a tehetsége szerint. A botlatókövek elhelyezési programjában Magyarország 2007 óta vesz részt. Ennek során több mint 700 ilyen tárgyat helyeztek el országosan. Tolna vármegyében Bonyháton, Dunaföldváron, Decsem és több vármegyei településen, most Szekszárdon is. Csutonyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke társszervezőként kapcsolódott be a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett eseménybe. Az ötlettel Korsos Gergő kereste meg. És azt mondta, hogy csináljunk valamit a Magyar Költészet Napján. És mondtam, hogy akkor valami rendhagyó dolgot kellene, tehát olyat, amilyen még nem volt. És Gergő fiatal költőként azt mondta, hogy akkor kortárs vagy mai magyar költőket, barátokat, ismerősöket fog elhozni Szekszárdra, vagy legalábbis megpróbálja. És én, mint egy felbújtóként nem hagytam békén és annyiban a dolgot, és ez lett az eredménye, hogy most itt vagyunk. És én ennek hálás szívvel örülök, mert tényleg rendhagyónak mondható a dolog, hiszen ilyen még nem volt Szekszárdon. És azt gondolom, hogy nagyon fontos is, és mutatja azt is szerintem az esemény értéke és fontossága, hogy itt hátunk mögött, illetve mögöttünk hányan vannak ezen a rendezvényen. Nem számítottam ennyi emberre, de óriási öröm számomra, és azt gondolom, hogy visszaigazolta Gergő és az érzéseit és az enyémeket is. Korsos Gergő itt tanult Szekszárdon, és fontosnak gondolta, hogy visszaadjon valamit abból, amit itt kapott az iskolás évei alatt. Hát ilyenkor országszerte azért talán mondhatni, hogy akkor nagyobb hangsúly helyeződik a költészetre, a versekre. Nyilván ez József Attila születésnap, József Attila kapcsán ilyenkor felolvasóestek vannak kortárs költőktől, nyilván József Attilát is életre keltik, és nyilván ez kortárs költőként ez egy fontos nap, mert ugyan mi minden nap foglalkozunk a költészettel, de hát ez azért mégis egy kiemeltebb nap. Az a fajta ember vagyok, aki igenis hisz az ikletben, de úgy vagyok vele, hogy mindig két fázisra lehet szerintem bontani az írás folyamatát. Az ember először leírja a gondolatait, sokat jegyzetel is, utána vagy megírja, akár egy éjszakát meg lehet írni, de lehet akár, hogy ezt egy hosszú hónapokon át ír valamit, és utána megjön a másik fázis, utána meg kell szerkeszteni. Szóval sajnos ritkán van az az eset, amikor az ember rögtön azt mondhatja egy versről, hogy kész van. Szóval utána igenis, utána sokáig kell vele dolgozni, utána legyen olyan szó, amit már kicserélhetnék másra. Szóval, hogy azt gondoljam, hogy akkor már a legjobb szavak a legjobb helyükön vannak. És arra a kérdésedre, hogy így miről írok, szeretném megfogni így a mai világot, de nagyon szeretem a skifit és a fantazit is például, és hogy érdekel, hogy lehet egyfajta ilyen pozitív eszképizmus kialakítani. Azaz, mindig ezt szoktam mondani, hogy egy szemmel kitekinteni a világból, és egy szemmel mégis a Földön maradni, és akkor talán érvényesen tudok beszélni a máról, de mégsem érzem magamat akkor annyira rögre a listának. Sokkal több ötletem van, mint amennyit megírok, de hát ez ilyen, talán próbálkozni kell, aztán a végén úgy is meglátja az ember, hogy akkor összejön-e vagy nem, de ha az ember nem próbálkozik, akkor utána nem lehet tudni utána, hogy akkor mi lesz belőle végén. Dokker Dávid néha szélmalomharcnak érzi a költők életét, hiszen manapság az internet adta lehetőségekkel nehéz felvenni a versenyt. Hát alanyi költészetet igyekszem művelni, egy alanyi költészetet, ami közben az elmúlt 30-40 év magyar posztmodern irodalmával is igyekszik párbeszédbe lépni, és valahogyan annak az ironikus beszédmódnak a használatát, ami dominálta az elmúlt 30-40 év magyar líráját, azt próbálom úgy megőrizni, hogy közben igyekezzem visszavezetni a magyar lírát ahhoz a területhez, ami szerintem a legalapvetőbb forrásvidék, és az alapvetően az érzelmek, a szenvedés, a pátosznak a hangneme. Ezzel próbálok kísérletezni a verseimben. Azt gondolom, hogy az irodalom, ami mégiscsak egy régi médium, az egy elveszett csatát vívva a TikTokkal és az Instagrammal, és az már az én generációm, ami azt hiszem mindig keverem, talán az generációs vagyok talán, is már, mikor én voltam kamasz, vagy akár most 20 évesként, azért alapvetően nem az írott médiumok határozzák meg a digitális, nem tudom,
környezetünket, hanem inkább a képi médiumok, ezért említettem az Instagramot, meg a TikTokot, úgyhogy szerintem az irodalom az mindig lépés hátrányban van ezekhez a social médiákhoz képest, amikbe az időnket általában belevesztegetjük. Szóval abszolút nem volt tipikus az én indulásomkor se, kamaszként, hogy valaki versekkel kezdjen foglalkozni, úgyhogy ez elég, hát tényleg lépés hátrányos műfaj. De azt gondolom, hogy egyébként, ha valaki mégis valami furcsa oknál fogva, akkor környezetet szeretne foglalkozni, akkor amúgy nincs elveszve, mert van egy nem nagy számú, hanem egy nem nagy számú, viszont fix olvasótábora Magyarországon a költészetnek. Ez egyébként régen sem volt sokkal jobb, mert ha megnézzük a nyugatot, azt is azt hiszem, hogy 500-600 előfizetője volt, szóval ír a mindig réteg műfaj volt. És ez a kis számú, de fix olvasó megvan, szóval egyébként azt nem mondhatni, hogy senkit nem érdekel a kortárs költészet, a maga réteg műfajiságával együtt. De egyébként, ha valaki szeretne elindulni költőként, akkor szerintem erre csomó jó lehetőség van ma Magyarországon. Wirth Imre elmondta, milyen érzés ezt a napot minden évben megélni, ugyanis ilyenkor nem elhanyagolható mennyiségű figyelem terelődik a költőkre. Ennek mindannyian megtapasztalják pozitív hatását. Alapvetően egy nagyon, nagyon izgalmas élmény ez, mert az, hogy ezen a napon nem először olvasok fel verseket, vagy kerülök ilyen helyzetbe, hogy versekről beszélgetek. Ez nem mindennapi, vagy nem mindennapos. És valahogy behúzza, vagy engem behúz abba, hogy mi is a fontos a versben, vagy a versírásban. Tehát, hogy számomra is jelentősége lesz, vagy nagyobb jelentősége lesz. Sokkal hamarabb és közelebb kerül mondjuk a slam poetry, vagy az ilyen költészet a fiatalokhoz, és nehéz megugrani azt a, ha már szakadékról beszélünk, azt a szakadékot, ami mondjuk a gimnázium oktatásban van, hogy meddig jutnak el mondjuk az irodalom oktatásban, költőkben, és hogy ehhez képest létezik kortárs költészet is, és azok vajon milyen verset írnak. Ez egy nagy kihívás ilyenkor, hogy, és az előző kérdésre is válaszolva, valószínűleg ez a varázsa vagy lehetősége mondjuk a költészetnapnak, vagy a költészetnapi programoknak, hogy megmutatkozik az, ami eddig rejtve marad, és nem tankönyv, hanem élő költészet. A rendezvényen több generáció tárt elénk egy képet a kortárs irodalmi életről, amely megmutatta, hogy még ma is érvényes a költészet, és nem csak a halott költő a jó költő. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet, mely minden évben az ország más-más településén tartja meg a hagyományaiknak megfelelően szerveződő vándorgyűlést. Az első vándorgyűlésünket 1970-ben tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életének az az ünnepi pillanata, amikor az Egyesület által alapított kitüntetéseinket átadjuk. Az Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, 42 városban van csoportunk, mint már mondtam, 55 éve alakult. Azóta megalakítottuk a Széchenyi Ferenc jutalomérmet, ennek van 3 ezüst fokozata, plusz 1 arany. Ezeket az Éremütő Egyesületi önkéntes munkáért adjuk át. Van egy bronz fokozat, mely rá van bízva, hogy a helyi csoportok vezetői tüntethessék ki a helyben dolgozó embereket. Ahhoz nem kell semmiféle központi határozat, míg ezeket az elnökség országos küldési határozatban adja át. Ezen kívül a vándorgyűlésen van az Unger Emil jutalomérem, melyet a tudományos munkáért, a szakírói munkásságért adunk át. Én Esztergomból jöttem, Esztergom már tartott 73-ba, 92-be és 2019-be is. Örülök, hogy végre egy olyan városba, Pakson, ahol még nem volt vándorgyűlés, olyan helyen tarthatjuk meg itt a Tolna megyében, megemlékezve ezzel a Tolna megyei csoportnak az alakulásáról is. Itt a vándorgyűlési érem mellett egy kísérő érem is elkészült, Szabó Tamás
Érem Verdélyében, annak lesz itt a bemutatója. Az éremgyűjtés sokkal több, mint egy hobbi. Az éremgyűjtés az egy nagyon régi dolog. Magyarországon valamikor a numizmatikai társadalat 1901-ben alakult, de már előtte is nagyon sokan foglalkoztak éremgyűjtéssel. De visszamehetünk akár már a régen, a római korban is nagy divat volt az antik érméknek a gyűjtése, de már a görögöknél és a görög városállamoknak és a kereskedelemből származó érméket már akkor is gyűjtötték. Ez egy nagyon régi tudományos elfoglaltsága az embereknek, mert föltárja a múltat. Ugye a numizmatika a történetnek egy segédtudománya, és mivel ezek a pénzek régen ugye hosszú ideig forgalomban voltak, némelyik évszázadokon át is, mert a magyar középkorban, a középkori aranypénzeknél nem azt nézték, hogy mi van ráírva, hanem maga az anyaga volt az érték. Tehát előfordulhatott, hogy egy Károly Róbert vagy egy Nagy Lajos arany még a Mátyás korban, vagy még később Habsburg királyaink alatt is forgalomban volt, mert az anyaga tartotta az értéket. Nagyon gazdag múlttal rendelkezik, hisz a kelta kortól, a római koronnát, az Árpádházi és a később a Vegyesházi uralkodókig mindig olyan nagy mennyiségbe kerül elő a földből, melyet bevisznek a múzeumba, de a múzeum nem tart rá igényt, visszaadja a gyűjtői körbe, hogy az embereknek ez egy ilyen kialakult, nem azt mondom, hogy befektetés, egy ilyen tudományos érdeklődést fölkeltő befektetés lett ebből az éremgyűjtésből. Ezen kívül ugye az első világháború után volt egy borzasztó infláció. Nagyon sok inflációs pénz, nagyon sok helyi pénz, tehát nagyon sokféle, nagyon szerteágazó az éremgyűjtés. Nem csak itt az antik pénzekre kell gondolni, hanem a mostani modernekre. A Magyar Nemzeti Banknak 1968-ban lett egy emlékpénz kibocsátási programja, hogy a minden évben megemlékezve híres tudósokról, irodalmárokról, művészekről emlékpénz bocsájt ki. És ezeknek a gyűjtését csak szervezett formába tudták annak idén elődeink elképzelni, így adtak rá lehetőséget, ezért alakult meg 1969-ben a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Bár már előtte is voltak nagyon sok helyen, vidéki városokban, művelési házak támogatásával, ilyen kimit gyűjt csereklubok, tehát csak az Éremgyűjtő Egyesület ezt összefogta. Szabó Tamás éremverő, aki felmenői már 1930 óta ezzel foglalkoztak, elmondta nekünk, hogy a mai alkalommal prezentált két érem miért annyira figyelemre méltó. Ez egy különleges érem, egyrészt annyiból, hogy eddig közel 150 szobrásszal dolgoztunk együtt. Ez az első olyan érem, amit az éremgyűjtőknek mi készítettünk, tehát nem szobrásszal. Ennek két oka volt, egyrészt annyira konkrét mintát adtak az éremgyűjtők, hogy mit szeretnének rajta, ez adta az egyiket, a másik meg egy teljesen új technológiát mutatunk most be, hogy Magyarországon először jelenik meg az éremgyűjtőknek egy színes érem, ami egy pár éves technológia, amit az angol pénzverő mutatott be, vezetett be két-három évvel ezelőtt, és most ez az első alkalom, hogy színesbe jelenik meg. Külön érdekesség, hogy az érmen két iniciáli jelenik meg, a két királya, akik Szekszárdhoz és Tolnavár megyéhez köthetőek, és ennek van egy színes változata, kíváncsian várjuk a reakciókat, hogy milyen lesz. Lenkei István már gyermekkora óta hódol a numizmatikának. Minden gyűjtőnek van valamilyen kedvenc darabja. Nekem a kedvenc korszakom az Árpádház érem kibocsátása, illetve éremverése, érméi. Ezeket gyűjtöm, elég nehéz terület, de rengeteget kell hozzá tanulni, olvasni, úgyhogy nagyon jó. A Tolna Vármegyei Szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják összejöveteleiket a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol lehet csatlakozni hozzájuk. Nyáron elnökünknek, Király Józsefnek a bogyiszlói jelvénymúzeumában, mert neki van egy jelvénymúzeuma a Jóskának, amit magánmúzeumként alapított több mint 10 évvel ezelőtt, európai hírű, azt is látogatni lehet, tehát minden nyáron, július-augusztusban és talán szeptemberben is menet közben nála tartjuk az összejöveteleket. Úgyhogy egy nagyon jó csapat, az élet és a szakmák különböző területeiről jöttek össze a gyűjtők, és ez a szép benne, hogy más-más érdeklődési emberek, vagyis más-más munkát végző emberek ugyanazt az érdeklődési kört művelik. Az 54. vándorgyűlés Pakson lesz május 1-én. A helyi Vármegyei Egyesület megalakulásának 40. évfordulóját tartja idén, emiatt kerül az országos rendezvény első alkalommal Tolnába.
Paksot azért választottuk ki, mert ország közepe, mondjuk így. Mindenhonnan nagyon könnyen elérhető, ha meg lesz a Kolocsai híd, akkor a túloldal is még inkább elérhető, és a kettő éremcsere közvetítést, éremcserét tartottunk, őrzét tartottunk tavaly és tavaly előtt, és akkor a sikere volt, hogy kérték, hogy ismételjük meg. Tehát most olyan szerződésünk van az ESZI kuratóriumával, hogy a következő 3 évben is minden május 1-én Pakson lesz a bőrzde. Pilinszky János. Egyenes labirintus. Milyen lesz az a visszarepülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. A megnyitón Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt. Kepenyes Pál élete során rengeteg megpróbáltatással nézett szembe. Az 1956-os forradalmat követően hazájától sok ezer kilométerre Mexikóban új életet kellett kezdenie, ahol aztán olyan megbecsülést érdemelt ki, melyet csak kevés honfitársunk mondhat el magáénak. Kepenyes Pálnak hosszú életet adott a teremtő, melynek köszönhetően évtizedeken át alkothatott és vált az egyetemes képzőművészet kiemelkedő alakjává, úgy is hívták a szobrászat Picasso-jává. Nem ő volt az egyetlen hazai művész, aki külföldön élt és alkotott. Azok a művészek, akik ráadásul az életművüket nem az anyaországban teljesítették ki, hanem távoli kontinensen, egy másik kulturális közegben, és nem volt élő szoros kapcsolatuk a hazai művészeti közeggel, azok nagyon nehezen kanonizálhatók aztán utólag az életük után a honi művészeti közegben. Márpedig mégiscsak az a fontos nekünk, ami magyar és ami a mi kultúránkat tette vagy tehette volna gazdagabbá. A Kepenyesről szóló írásokban rendszeresen felemlegetik azokat a képzőművészeket, akik nagyjából egy időben hagyták el az országot Kepenyessel. De mondjuk nem mentek olyan messzire, mint ő, Mexikóba, ugye, ahol az életét tulajdonképpen leélte, hanem mondjuk Európában maradtak, vagy ha a tengeren túlra is kényszerültek, akkor az Egyesült Államokban egy jóval gazdagabb, jóval összetettebb magyar emigráns közegben azért úgy tudtak létezni, hogy adott esetben a kommunista rendszerrel való szembenállásuk ellenére is képesek voltak az anyországgal kapcsolatot tartani. Ahogy elhaladtam nem olyan régen a repülőtér fele, ugye megnéztem, mindig szembesülök az általamiként nagyon szeretett Pierre Székelynek az a fantasztikus szobrával, ami biztos tudják, a Hungária körút után, nem is tudom, hogy hívják azt a kereszteződést, ott látható egy ilyen a Nagyvárad tér, köszönöm szépen, a Nagyvárad téren az egy halomszerűen kirakott kő talapzaton a jellegzetes Pierre Székely formanyelven megalkotott madara, hát ami tényleg nagyszerű. Az, hogy Pierre Székelynek a neve újra ismerté, vagy egyáltalán ismerté vált Magyarországon, az pont annak köszönhető, hogy időben köztéri alkotások megvalósítására kapott lehetőséget, illetve fölkérést. Vagy hát Vasarely, ugye, aki nem szobrász volt, de amikor én gyerek voltam, akkor is az általános osztálykínálása kötelező programja volt a Pécsi Vasarely Múzeumnak a meglátogatása. Tehát mi pontosan tudjuk azt, hogy kicsoda Vasarely és milyen fantasztikus életművet hagyott maga mögött. Hát Kepenyes ebből a szempontból sem volt szerencsés. Egy olyan emberről van szó, aki 1926-ban született Kondoroson, azért látunk itt mindenféle kondorosi dolgokat, reméljük, hogy a kondorosi csárdából finom ennivalókat is osztat nekünk, bólogatnak a szervezők, hogy valami biztos lesz. Kondoroson született, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen paraszti közegből, abból a módos paraszti világból, amelybe
Kepényes is beleszületett, valakit a művészet, ráadásul a művészetnek ezek az újutakat kereső irányzatai és formái olyan módon tudnak elragadni a két világháború közötti időszakban, mint hogy ezt Kepenyest elragadták. Ugye fölkerült Budapestre az iparművészeti főiskolára, majd az iparművészeti főiskoláról ástartolt a képzőművészetire, mert igazság szerint őt jobban vonzotta az autonóm alkotói munka, mint az iparművészetnek a szigorúbb keretrendszere, és hát nem is akárkinek vált a tanítványává, Ferenczy Bénévé, aki, mint tudjuk, annak az időszaknak az egyik legnagyobb magyar szobrásza volt. Megyeri János a kiállítás kurátora is megosztotta gondolatait a nagyszerű alkotóról. Én egy találkozásra hívnám a megjelenteket. Én amikor először találkoztam Kepenyes Pál munkásságával, műveivel, én előtte nem ismertem őt, mint ember, de a művein keresztül találkoztam vele. Amikor fölmerült a kérdés, hogy mi legyen a cím ennek a kiállításnak, ösztönösen jött, hogy a napfény szerelmes, és nem feltétlen azért, amit a előttem szóló elmondtak, hogy Acapulcóba, a napfény városába élt el az életét, hanem azért, mert a művein keresztül azt üzente, és azt üzeni majd önöknek is, akik majd megszemlék ezeket az alkotásokat, hogy minden egyes alkotását átjárja a fény, átjárja a nap. Ezek durván megmunkált, nehéz fém alkotások, de mégis a szerkezetük úgy vannak összerakva, hogy a mozgásuk mellett nagyon sok mozgótárgy van, átjárja őket a fény, és átjárja az a szellemiség is, amit Kepenyes Pál talán üzenni akart nekünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok a Pilinszky versért, mert talán Kepenyes Pál legjobb jellemrajza az, amikor 56-ban elhagyja az országot, akkor egy Pilinszky kötettel és a Sztálin szobor egy darabjával megy el. Azt hiszem, akik a szocializmusban szocializálódtunk, azok tudják, hogy ezek milyen jelentéstartalma van ennek a gondolatnak.